híre van már a Zsinka Jánoshoz köthető tolnai nyugdíjas klubok farsangjának. A frontember időközben egy másik klubot gründolt, a Vándorló Szépkorúak klubját, amiben továbbra is 50%-ban régi és új tolnaiak, illetve mözsiek, és persze a környékbeli sima hétköznapi nyugdíjas életnél többre komoly közösségi életre vágyókat is tömöríti. A farsangi bál náluk az év egyik csúcseseménye, 200 ember nem csupán beöltözik, hanem jelenetet is rendel hozzá. Titokban már hetek óta zajlik a készülődés, hogy ott a farsangi bálon robbanjon a meglepetés bomba. 80 éves nénikék képesek voltak beöltözni. Nem egy, több. Nem egy, hanem többen, és az igazán számomra is meglepő, hogy milyen aranyos emberek vannak, akikkel én is ebben a csoportban tartozok. A bőven 80 fölötti Izsák Károlyné hazánkba látogató kolumbiai drogbáró feleségét formázta meg, átütő sikert learatva ezzel. Tavaly a drogbáró volt itt, igen. Al Pacino, és a feleségeként. És árut vár valahonnét, nem tudom kimondani, hogy honnét, és azért nem tudott eljönni, és elküldte a feleségét. Így köszöntem. Ciao, Bella vagyok. Báró, küld üdvözlet, szeretni barátok, Magyarország, szép lányok, asszonyok, Bella feleség, szeretni meseautó, táncolni, mulatni, pörkölt paprikás tenni, krumplit, pálinkát. Szép estét mindenkinek! Sok bűnt követtem el, és ezért behívottak a rendőrségre, és ott hát kérdeztek, hogy mit csináltál. Hát mondom, én mit csináltam volna semmit. Mondják, hogy ó, hát te hülye vagy, mondom. Én hülye? Hát én focista vagyok. Ezért egy focival kapcsolatos paródiára is készül a 11 éve egyedül élő hölgy, akit hamarosan amolyan női hacsek sajó szerepében is láthatunk majd a közelgő rendezvényeken. Két öreg asszony. Mégpedig? Mégpedig Mariska és Juliska. Zsinka János a tőlem megszokható módon nem érte be egy átlagos jelmezzel. A Mókamester alapító elnök is kapott volna pluszpontokat bizonyára a zsűritől, ha lett volna verseny a jelmezesek között. Az indián törzsfőnök alakításáért. Bolygó, mit is csak a könyvéből, amit meg a filmjeiből, amit láttunk, azt a korszakot próbáltuk visszahozni és improvizálni. Mozgalmas színpompás helyszínné változott a tolnai vendégház. Csivitelő fecske röppent be ide, népszerű volt továbbra is a takarítónő szerepkör megformálása, de megidézték a Szépkorúak Attilát, a hunok királyát is. Aranyos volt a Méhecske és Méhész kóprodukció, amit egy házas pár alakított. Nagy tapsot kapott a Rőzsehordó hölgy, aki egy jeles festő művét idézte meg. A Munkási Mihály szinte le is festhette volna a hölgyről, a Rőzsehordó hölgyről a festményét, mert élethű volt nagyon. A mulatság és a disznótoros menük elfogyasztása közben végleg összeálló éves program is kihirdetésre került a megye egyik újonnan alakult Szépkorúak klubjában. Egy nagyon nagy program megint fog lenni, egy háromnapos nyugat-magyarországi út, és azon belül ilyen kisebb kirándulások. A csoporton belül van egy ilyen alcsoportunk, minden héten hétfőn, 8-an, 10-en, 12-en a környékbeli tájat végigbarangoljuk. Sikerült egy olyan csapatot létrehozni a vezetőnknek, aki olyan különleges dolgot talált ki, hogy olyan embereket kell egy csoportba kovácsolni, akikkel igazából nem törődik senki. Ezek a úgynevezett idősebb korú nyugdíjasok. Na most ahhoz, hogy ez sikeres legyen, ahhoz kellett kitalálni olyanokat, mint például a mostani úgynevezett farsangi bál, ahol maskarások, étkezés történik, táncmulatság történik, éneklés történik, és ezt nagyon jól sikerült összehozni a vezetőnknek. Olyannyira, hogy a vendég Siogárdi nyugdíjas klub vezetője azonnal megrendelte ezt a most látott produkciót a jövő évi farsangjára, saját településére. Egyébként már most a háttérben, a kulisszák mögött meg is az ötletelés,
mi legyen az újítás, a nagy durranás 2021-ben saját farsangjukon. Csepesen mellesleg egy kis művészeti csoport is formálódik a klub égisze alatt, mint azt a helyszínen megtudtuk. A csoporton belül van 15 fővel működik egy kórus, egy citerás kísérlete, Pete János citerán kíséri a kórus, de még a kórus nem annyira érett, hogy egy színpadra 300 ember elé kiálljon, de dolgozunk azon, hogy oda is meg tudjunk felállni. Ez a titkos terv, és előbb-utóbb megvalósul. Biztos meg fog valósulni, mert azon vannak a csoportársak, mindig annyi időt, meg olyan programokat tervezünk, meg keresünk egymásnak a közelségét, mert szeretünk együtt lenni. Hát meg kell nézni a csoportot.